Tisztelettel köszöntök mindenkit, Fidencsről vagyok, régész történész és harcművészet oktató. A mai előadásnak a címe Páriadalok a kultúrban. Amielőtt azonban a kuruckori páriadalokról beszélnék, egy második Rákóczi Ferenc kuruc éneknek két szakaszát mondom el, ami talán nem csak akkor volt aktuális, hanem napjainkban is. Szegény legénynek olcsó az vére. Két-három tallért egy napi vére, azt sem bírja elkölteni mégis végtére, két pogány közt egy hazáért folyik ki vére. Bortkupámba bort, embert a gátra, lyukadi pajtás, induljunk rája, verjük át a kazmakmancot a más világra, úgy a Isten békességet, édes hazánkra. A páriadal. Maga a páriadal, ami nem csata, nem háború, hanem két harcos között, két hívó között való küzdelem, igen ősi szokás, igen régi korszakra vezethető vissza az eurázsiai sztyeppé. Szkíta fém domborművek már ábrázolnak párviadalt, írott forrást nem említi, hogy párviadalt vívtak volna, de az ordoszi bronzok, láthatjuk, hogy megragadják egymás övét. A szibériai aranynemezen, amit az Ermitásban őriznek Szentpéterváron, láthatunk már páros viadalokat a sztyeppén, ami szkíták között volt. Párviadal maga a népfándorlás korában a keleti lovas népeknél szintén nagyon el volt terjedve, és ebből a korszakból már nevetet is ismerünk, sőt sokkal több képzőművészeti alkotásra. Egyik leghíresebb a Perni ezüstál, Krisztus után 6. századra keltezik, ez több kiadványban már. Több kiadványban már feldolgozták. Egy olyan páriadalt ábrázolt, amely két páncélos harcos között történik, sisakos páncélos harcos, az egyik íjjal lövi, a másik lándzsával szúrja a másikat. Állnak ki belőle a billeszők, illetve hátszúrja a lándzsával, az ellenfelén a lábuk alatt pedig egy csomó összetört fegyver látható, többek között fokos balták, buzogrányok, egyenes kardok, rövid kardok és pajzsok. Igaz, hogy ez a párviadal László Gyula egyik tanulmánya szerint nem is egy egyszerű párviadal, hanem egy kozmikus viadal, a jó, a rossz, a fény, a sötétség, a nappal és az éjszaka között, és valószínűleg László Gyulának igaza van, hiszen mind a két harcosnak a sisakja három csúcsú. Az eurázsiai népeknél, az gyepei népeknél akárhányszor táltost ábrázolnak történeti típusú koronával, akkor mindig három csúcsú. Az egyik például a Bolsája Anyikovszkája lelőhely, ez a Volgának egy mellé ága mellett talált lelőhely, Magna Hungária területén. Egy szaszanid, egy perzső ezüstál, viszont a hátlapjára rákarcoltak valószínűleg magyar, 8. századi, 9. századi magyar, három figurát, két szabját emelnek, magasba tartanak két szabját, és három csúcsú koronát viselnek. Ezt különben úgy gondolják, hogy akár egy káros szertartást is ábrázolhat. De visszatérve a Perny ezüstál, kozmikus viadal ábrázol. Szintén viadal ábrázolhat a Mödlingi, Ausztriában, Mödlingben feltárt koronapár. Az ruhakorong, tehát ruhakakocs, tehát egyiket ugye egyik oldalára, másik oldalára varták fel a ruhánál, és egyik felén egy karika, a másik oldalban egy kampóval, amit összeakasztottak, az rögzítette a ruhát, két csuklyás, pikkelypáncélos íjászt ábrázol, ahogy szembeállnak egymással és egymást törik. Persze lehet egy egyszerű ábrázolás is, nem biztos, hogy párviadal, de így ebben az egyik összeállításban, hogy egymás felé fordulnak, igaznak, akár az is. Viszont valószínűleg a Nagyszent Miklós nincs, kettes számú korsó, amit úgy hívunk a régészetben, hogy győztes fejedelem, az már egy győztes párgyal utáni eset rá lesz volt, hiszen a páncélnyíger sisakos, tudanok amirig jellegű arcú pikkelypáncélos vitéz, a vállán lobogós kopja van, és egy fej van kötve a nyergék, ez egy levágott fej, illetve egy pikkelypáncélos hátra között kezünk ellenséget perel maga mellett. Igaz ugyan, hogy nem népvándorlás kori forrásból ismerjük, de például a Sáknámi, azerbajdzsáni 1335-ös kiadásában
hogy a Sáknámé 1330-as kiadásában, egy iráni tervezi kiadásban, például ábrázolják Bahman Csobin és Ardasir Bábiadalát. Ez a Bahman Csobin, vagy Bahram, vagy Bahman Csobin egy türk vezér volt, és Ardasir az egy perzsa király. Az ő bábiadalukat, mondom, igaz, hogy 1330-as, illetve 35-ös miniatűrképen és krónikában ábrázolják, ők jóval korábban éltek, leírják és le is festették ezt a híres bábiadalt, ami köztünk volt. Ugyancsak tudjuk ebből az időből, volt a perzsáknak a késő szaszanida korban egy nagyon híres vitézük Rosztem vagy Rusztám, és ő többször bábiadalt vívott türk népekkel, heftalita hunokkal, fehér hunokkal, illetve az őket követő türkökkel is. Több ellenfelét is felsorolják a korabeli iráni források. Ha időben jövünk fölfelé, akkor tudunk, szerencsére nevesíteni is tudunk egy konfoguláskori vitézt, aki bábiadalt ír, és pedig a 959-es bizánci apolvezér bizánci hadjárata kapcsán Boton és a görög óriás bábiadalát, ami Pusztatenes. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a magyarok elérik Konstantinápoly vonalát, miután nyílt csatában megszalasztották a bizánci seregeket, és Konstantinápolyt lefogják. Ostromolni azonban nem tudják, hogy ahhoz túl kevés az erejük, létszám is jóval kisebb, viszont a görög császár és a görög császárné főkapukkal, generálisokkal együtt fölbotulnak a falakra, és onnan nézik a magyar kocsakra. Megjelenik egy óriás görög, aki dőfösen két magyar nyugdíj egyszerre bábiadalra, és amint írja a bizánci forrás, különben nem olyan forrásból ismerjük, ez bizánci forrásból ismerjük, megjelenik a legkisebb magyar csíz. Én vagyok Boton, igazi magyar, a legkisebb a magyarok között. Végy magad mellé két görögöt, egyszerre kiállok veletek, azért, hogy egyik majd a Pestedet temesse el, másikról elkedett vigyel fel a Mennyországba, mert tudom bizony, hogy egy rövid óra alatt adófizetővé leszem császárodat a népem számára. És ekkor a görög, hogy majd bőfösen egy óriás volt Boton mellett, kiment és mutogatta az izmait, akkor apolvezér megparancsolta Botonnak, hogy mutassa meg ő is az erejét. Boton fogta csatabárját, odalépett Konstantinápoly papjához, megengedte. Akkorát vágott rá, hogy egy három éves gyermek kiesve tudott járkálni a rése. Különben nem lehetséges, hogy valaki akkorát vágott, főleg egy városkapura, hogy egy három éves gyerek kiesve járkáljon, de nagyon érdekes mozzanatot őrzött meg a bizánci kronikás, a bizánci forrásrendben. Az egész cseppé, az egész modern korig, ez a bábiadalra való kihívás egyik mozzanata, ezt magyarok úgy hívták, hogy fegyverhalasztalás. 16-17. Században egész végig a török-magyar bajulások során, ha nem levélben hívják ki, ha nem szóban hívják ki egymást, akkor a fegyverhalasztalás szokást gyakorolják. Miből áll? Abból áll, hogy az ellenséges vár kapujához kell menni, és a baltát, vagy fokos baltát, vagy csákány baltát, vagy dátát bele kell ütni az ellenséges várnak a kapujához. Aki kijön és kihúzza, felmutatja a fegyvert, az fogadta el a bábiadalra való kihívást. Ezt úgy hívják, hogy 16-17. Században most ott már fegyvermarasztalás. De ezt az cseppél egészen a legkorábbi időig, nagyjából amikor a cári Oroszország meghódítja Turkesztánt, addig gyakorolták a bábiadalra való kihívásnak ezen hozzalatát. Magyar betyárok is. Nem tudom, ismerik-e önök azt a betyár éveket, részfokosom a Mester Gerendába, aki legény, vegye ki, meglátja. Betyár gyerek nem kukoricázik, jól fejbe vágja, aki vele játszik. Részfokosom a Mester Gerendába, aki legény, vegye ki, meglátja. Ez is egy páriadalra verekedésre való kihívás. Ugye beütöm, és napi a betyár. Kivel így hívják. Irántja, hogy akkor párja. Ez egy nagyon régi cseppei szokás, íme Magyarországon is a 19. században a paraszti pásztor világban így megmaradt. Különben, hogyha komplex vizsgálati módszert alkalmazunk, általában a fegyvereknél mindig lesz ott van, ami szóró, vágó, ütőt húzó, tehát mindenki rajta szokott lenni, háromféleképpen vizsgálom. Egyrészt a régészeti leleteket, illetve később országban múzeumok, ütemények, tárgyait. Azok tények.
Mert annak idején egy kicsipenge nem azért készült így, és nem azért volt a csont markolat, hogy 1100 év múlva megtalálja egy régész, és kezdjék fényképezni és rajzolgatni, hogy jaj, ez ilyen volt. Nem. Azért készült, hogy vágjanak meg húst, vágjanak meg állatot, vagy harcolnak. A csizma is nem azért készült, hogy kiállítják az ipari művészeti múzeumban, vagy a Nemzeti Múzeumban, azért készült, hogy húzzák a fábukra, meg kiderül, és fásznak. A nyereg azért készült, hogy műsnek a nyerét a lóvó, nyergeri fel a lóvá, nem azért készült, hogy később bilicsként és összehasonlítsák, és ilyen stílus megoldást. Először is meg kell vizsgálni a leleteket, a tárgyakat, azon tényleg. Lehet picit így értelmezni, lehet picit úgy, de tényekből indulunk ki. 18 centi, akkor 18 centi, és nem 23. És hogyha bronzból van, akkor bronzból van, ha acélból van, akkor acélból van. Ezek tények. A másik szempont, ami szerint lehet ezeket vizsgálni, az írott források. Tudnélik a régészeti leletek, hogy az a tények, de egyik sem beszél. Az írott forrás viszont elmeséli nekünk, hogy igen, így használták, úgy használták, vagy mikor és ki. Majd a Kurusz Pártyadalban fogom említeni az egyiket. Vezérik Imre Csákány fokosan megmaradt a Nemzeti Múzeumban őrzik, és van egy történet róla. Tehát az írott forrás ugye beszél. Viszont az írott forrásoknál figyelembe kell venni azt, és nagyon meg kell vizsgálni, hogy ki írja, és mit? Itt lehet, hogy egy szerzetes író, egy szerzetes pap, aki Kolostorban növekedett föl, leír egy csatát, vagy párviadat, de látszik rajta, hogy nem érti, amiről ír. Egyszerűen nem érti. Végignézi, de nem érti, hogy mit miért csinálnak. Nem azért, mert ő utal, vagy hogy rosszat akar írni, de nem érti. Én sem tudnék, ha most engem oda állítanának, hogy közvetítsek egy amerikai baseball mérkőzést. Amerikai foci mérkőzést, tudnám mondani, hogy hát most nem tudom, a Buffalo-kál van a labda, és most átment, nem tudom, a Chicago Bulls tér felé, nem értem. El tudom mesélni, le tudom írni, de nyilvánvaló lesz egy amerikai számára, hogy én nem értek ahhoz a dologhoz. Bár ott voltam, és leírtam, hogy ez történt, az történt, és a végén nem tudom, a Buffalo megverte a Chicago Bulls. Tehát az tényszerű, de látszik, hogy nem értem. És az írott forrásoknál figyelembe kell venni ezt, hogy az a valaki milyen képzettségű volt, esetleg milyen viszonyban állt azokkal, akikről ír, illetve érti egyáltalán, amiről ír. És akkor nem beszélek a világnézetéről, nem beszélek ugye a neveltetéséről. Gondoljuk, hogy történik egy esemény Budapesten most délután, miközben itt vagyunk. Hogy leírni a Magyar Nemzetek Népszabadság, a Barikád vagy a Budai Sófán. Ugyanazt a dolgot. Tehát az írott forrásoknál ezeket is figyelembe kell venni. De szempont. A harmadik, ami szerint lehet kutatni és értékelni a leleteket, hogy egy eseményről egy perviadal képzőművészeti alkotások. Hiszen lehet, hogy találunk egy szabjabengét, egy fokos fejet, egy zogányfejet, egy jéhegyet vagy egy sisakot, lehet, hogy olvasunk róla, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy hordták. Hogy szállították, amikor csak meneteltek, vagy utaztak, vagy hogy hordták használat közben. És ott van a képzőművészeti alkotások. Vagy dombori, vagy egy freskó, vagy egy miniatűrkép. Persze ezt is meg kell nézni, hogy amit ábrázol a kép, milyen viszonyban van avval a korszakkal, amikor festették. Hiszen a középkori passióképeken, ugye Jézus Krisztus, amikor megfeszítik, és körülött állnak a katonák, de egy se római katona középkori páncélos ütézek, hiszen a saját korszakokat festik meg, és a saját ruhájukat. Erre is vigyázni kell. A barokk korszakban már próbálnak valami római festeni, de inkább ilyen tűzoltó sisakra emlékeztet a római katonás sisakja, közelítsen a koracsászárkori legendáros sisakhoz. Hiszen az még a galvikus sisak, nem a dark háborúnak a sisakja, amit általában figyelmeztetlen látható. No. Hogyha ezt a három szempontot figyelembe veszünk, tehát komplex módszert, régészeti lelőhely, régészeti lelet, illetve gyűjteményben őrzött tárgy, írott forrás, képzőművészeti alkotás, akkor tulajdonképpen már részben nyertünk van, csak itt jön a negyedik ellenőrző lépcső, amit én szoktam használni, ami miatt mindig gondol, hiszen majdnem mindig, amit előadást tartok, tele vagyunk fegyverekkel, így nőttem föl, különbözik az. A kísérleti régészet. Kísérleti régészet mindent kipróbálok. Mindent kipróbálok gyakorlatban, hogy működik-e, lehet-e használni, vagy nem.
Ha visszatérünk, és akkor ugye Botond, görögóriás, szó volt, a végén pusztakeres harcművészett el, Botond legyőzte a görögóriást, és földhöz vágta, egy szőnyegen gyilkoztak. Most ez is érdekes, hogy leírja a forrás, hogy egy szőnyegen. Most keleten az cseppén, sokszor később is, több száz évvel később is megtörténik, hogy a pehlevi birkozók, ezek perzsák. Ő a tatár kirpinál, ez a kelet-európai tatár birkozási forma, megterítenek egy hatalmas szőnyeget, csak úgy a fűre, a jurták között, és azon birkoznak. Tehát ez a forrás nagyon sok olyan őrzött meg számunkra a pici mozzanatokat, amik viszont nagyon sokat elárulnak a kutatók számára. A zalavári apátság alapító levelében István, Szent István például kinevez királyi viadort a zalavári apátság számára. És tudjuk, hogy később, ugye most nem veszem minden pár viadat, mert akkor itt lennénk két hét múlva is, de 1228-ban Hektor István és Márton mester a halászati jogért Győr mellett pár viadat vívnak, a Győr melletti halászati jogért, a Dunán való halászati jogért. De van egy nagyon érdekes forrásunk, visszagondolva egy picit István idejére, Szent István korára, egy magyar intéz, András, legyőzte pár viadalban Gizella kísérletében levő valószínűleg vajon intézt. És figyelem, ne állt dolgok. István idejében nincsenek lovagok, sem Magyarországon, sem Nyugat-Európában. Jóval később alakult ki a lovagság, 12. század közepén a második keresztes hadjára alatt, illetve után. Tehát István idejében sem nyugatban, sem nálunk nincsenek dolgok. Tehát téves szóhasználat, pont olyan, mint az írászkodás. Vérség. A magyar ember írazni szokott, írani a bőrét, nem ilyen írászkodni. Tud egy magyarkodni szoktunk? Vagy magyarkodni? Írászkodni szoktunk, vagy nyilatkodni? Tehát nem magyarkodni szoktunk. Ha pedig valaki okoskodik, hiászkodik, magyarkodik, akkor ugye okoskodik, járatja az agyát, nem azt jelenti, hogy tapasztalt, ügyes ember, eszes ember, hanem ugye okoskodik. No, tehát nagyon érdekes, hogy az András nevű vitéz legyőzött Gizella kísérletében levő bajor vitéz párviadalban. Ugyancsak korai párviadalt említenek, amikor Béla, amikor ugye a Vazul fiakat száműzik, és még Lengyelországban van, Béla herceg, első András királyunknak az öccse, később első Béla magyar király, pár viadalban legyőzi a Pomerán fejedelmet, aki egy valóságos óriás. Aztán mindannyian ismerjük Szent Lászlónak a híres pár viadalat. Hiszen tudjuk, hogy Salamon is, meg Szent László is jó bajvívó volt, sőt olyan rettegett bajvívók voltak, hogy sokszor nem mertek velük kiállni. És egyszer Szent László is ugye árulhából öltözködik, Salamon is árulhából öltözködik, és kivágtattak csatázni. Ez pozsonyi vára előtt van. És akkor Salamon egyszerűen visszafordul. És kérdi tőle Bátor Okos, aki szintén egy bajor vitéz, uram, miért futottál meg, hiszen te soha senki elől meg nem hátráltál. Azt mondja, nem tudom, ki lehet az a vitéz, de a levegőben két tüzes angyal rököd és lámpalósokkal védik, avval én nem vívok. Hát az a valaki a Szent László. De tudjuk, hogy Szent László pár viadalban győzi le 1991-ben Temes közben a Pogány folyónál Krull fia Kakolcs kund vezért és az ő megbosszulására érkező másik kund sereg vezérét Ákos vezért. Harmadik Béla, amikor Dizánban nevelkedik, több pár viadalt vív, tudjuk, hogy még Mámuel császárral is megvívott. Nagyon érdekes, hogy Anonymus, aki nem jó forrás a honfoglalása, de a saját korszakára kitűnő elsőrendű források részletet megőriz, leírja, hogy Óbudán kétféle játékot játszanak. Láncsát törnek, vértezett harci néven, ez egy nyugat-európai típusú lovagi torna, ekkor vannak lovagok, illetve régi pogány szokás szerint lovas nyilas játékokat üznek. Párhuzamosan van, megőrződött. 1214-ben, amikor II. András királyunk keresztes hadjáratra indult, lovagi tornával és harci játékokkal kezdték Magyarországon a indulás előtt, és tudjuk, hogy kiállították a vívóknak a címereit is, a pajzsait is a küzdőtér körül.
1220-ban Pozsonyban Majnóra vitornát rendeztek. És 1317-ben első Károly, ugye Anzsú Károly, aki nagyon szeretett kopját törni, és Visegrádra unatkozott, és az egyik apródját Pázmán István hívta ki. Pázmán nagyon húzódott, nagyon nem akart királlyal kiállni. Nyilvánvaló ebben egy olyan is van, hogy talán nem mertek teljes erővel küzdeni a király ellen. És az első összecsapásban első Károly három fogát kiüti Pázmán István aprónak. Igen, de a három fogáért megkapja Som, Somogy és Púsa nevű falvat. A három kiküldőkáért. Érdekes, nem magyar forrás, de figyelemre méltó. Akkor talán a középkorban, amikor nem volt meg ez a francia felvilágosodás számomra nagy sötétség és ilyen szabadkörös métei, van egy nagyon híres tornakönyv, Wappenbau flamand nyelvű, 1370-ből. Ezt Gellre Herold szerkesztette, egy flamand herold volt, és megfordult Európa szinte összes koronás főnek az udvarában. És úgy rangsorolta, hogy legtöbb és legjobb bajvívók, tehát a lovagi tornavívók azok Németországban vannak, utána következnek a franciák, harmadik pedig Magyarország. Megelőzhetőnk egy angol király, meg már többi más királyság. Tudjuk, hogy 1350 nyár, amikor a második itáliai hadjárat van, Tarantói Lajos, az istentelen Johannának az egyik szeretője, akik galád módon megölték ugye Lajos királyunknak az öccsét, Andrást. Miután sorozatosan a magyarok megnyerték a csatákat, ír egy levelet Nagy Lajoshoz, Anzsú Lajoshoz, a mi Lajosunkhoz, amit úgy kezd, hogy mivel? Lajos, a mi Lajos. Kumokat, székelyeket és más fogányokat, akiket magával a csatára hozott. És akkor egy hosszan kifejti, hogy mivel ezeknek az élete nem drága, az ő keresztény katonáinak az élete drága, ezért a két koronás fő vívjon párgyadat, és azt döntse el a háború sorsát. Mondom, mindig elverték a magyarok őket, minden csatában. És megjelöli lovagi torna, illetve bocsánat, párgyadalnak a színhelyét, Kápolyt, Avignont vagy Perugiát. Ez mind az ő kezén levő terület. Na most nagyon jól tudjuk, hogy ők Andrással milyen családmódon vártak el, milyen hiccegő módon gyilkolták le. A mi Lajosunk, Nagy Lajos a következő levelet írja neki, a párgyadalra való kihívás. Igen, kedvünkre való, de jól ismert okok miatt a helyszín nem. Éppen ezért, hogyha pár viadalt óhajtatok írni velünk, akkor vívjuk meg a német-római császár színe előtt, aki elég jó keresztény, az angol király színe előtt, vagy az akvileiai pátriárka előtt, aki szintén jó keresztény és becsületes ember. Ám ha ki nem álltok velünk, akkor folytatódik a háború. Hát persze, hogy Tarantó Lajos nem mert kiállni Nagy Lajossal. Nagy Lajos különben ő bolondja volt a bajvívásnak meg az ostromnak. Nem volt jó, hát ezért de vitéz ember. Nem tudom, hogy esetleg két ilyen rövid epizódot meséljek el Nagy Lajos életéből. Amikor 16 éves, akkor lesz király. Elmennek már a Marosba medvére vadászni. 16 éves király, a királyi vadászoknak minden, felmegy a hegyekbe, a medve megtámadja egy óriási kárpáti medve, a királyi vadászok elfutnak, a mi Lajosunkat Nagy Lajos 35-ször megharapja a medve, és akkor az apródja, Besenyő János, 14 éves, fokos baltával nagyon veri a medvét. A felnőtt vadászok elfutottak még. Ezért a 14 éves apródot királyi allovászmesterre nevezték ki, az allovászmester a nagyon nagy. Tehát nem, ő nem aki akar vagy akar királyi allomászmester, ez egy nagyon nagy udvari méltóság. Na, nagyon se elkezdte. Vagy, amikor a litván hadjáratra mennek, és nagy ívben körbe kell hazajöjjenek Magyarországra, a Moldván keresztül, nagyon félnek a tatároktól. És állítólag a Szeret folyón 35-ször kelnek át, ide-oda. Nem tudják az utat. És oda lovagolnak egyszer, a Szeret elég sebes folyású, nem túl nagy, de sebes folyású folyó, van ahol viszont meglehetősen mély. És egyszer oda lovagolnak, ugye a király és a testőrei páncélosak. És az egyik testőrének mondja, hogy ugrasson be, nézze meg, hogy járható-e a folyó. Hát felsége, mégis páncélos testőr, nem egy olyat kell beküldeni, hanem egy gyalogos tönyű fegyverzetű. Ki
királyra nem elég bátor, testőrbe ugrik, azon nyomban elvenjük. Mondom, nehéz értezetben van. Erre a király, hogy hát halálra küldte a testőrét, úgy, ahogy van, utána ugrik. De ő is nehéz értezetben van. Ő is merül, de szerencsére egy másik testőr elkapja a király palástot. És attól fogva kihúzza a király, meg, hogy ő nem merült, ő elkapta a testőrét a víz alatt, ő meg kihúzza a testőrét. De ez egy igaz. Ez egy igaz, vagy amikor Aversa városát másodszor ostromolják, ott, ahol megölték Galád módon az öccsét, túl közel alagol a kamat, ezt pedig mondják, hogy ne. Egy itáliai számszerűen meglövi a király halcombját, úgyhogy átmegy rajta, hogy lesz, és oda szegzi a nyerekvához, az oldalszájhoz. Lehatta a király alárhanyagik a nyerekből, alig tudják kihozni, majd nem tudják még egyszer meglőni, és nem iszik a sárjon. Király óvégat, hogy hívják a papokat, meg akar gyomni, ő meg fog halni. És a Lackfi István és Wolfhard Ulrich, a két parancsnok, a német zsoldosok parancsnok, és a magyar fő parancsnok, de hogyha azt mondom a királyok, az egyik lefogja a királyt, a másik 12 rántással kihúzza a combjából a nyilvesszőt, úgy vették le a lóról, hogy lenyelvett. Tehát nyelekileg ők nem lefog. 12 rántással kihúzzák a számszerű nyilvesszőjét a lábából, szorosan bekötözik, rávágják a ruháját, a páncélját, a király tovább is óvégat, tehát fiatal még, hogy hagyják meg, hogy nehogy halsz meg volna a királyon, felvágják a másik páncélját, odakötik a nyerekbe, és a testőröknek meghagyják, hogy vigyék Aversa a város falajat, sétáltassák meg, lövésbiztos távolságra, és kiáltsák, hogy Híme Magyarország, Jeruzsálem királya, és Nápoly király. Erre az Aversa jött meg a tettőröknek. Úgyhogy azt hiszem, hogy megölték a magyar király. Na, sok történet még van még Lajos királyról, de nem valósak. 1433-ban Budán nagy dolgavitornál hívtak, sok pár viadalkot, és ezt jó Fülöp Burgundia hercegének egyik főembere, Bertrand Dandelagro Quier írja le, azon csodálkozik, hogy még nyugaton azért biztonságos tüketésben, illetve nagyon lassú vágtába csapnak össze, addig a magyar bajhívók teljes sebességgel rontanak egymásra, és mindenki a saját nyelvébe ülhet, de van egy nehezítés. Nem biztos, hogy a saját lóban. Mindegyik viszi a lovát, beteszik, és utána összekeverik, és sorsak húznak a lovatból. A nyelvükben mindenki a saját nyelvét használhatja, és utána viszont nem biztos, hogy a saját lovat. Kiváló lovastudást eredményez, bár technikailag számomra van egy gond. Ki az, aki lovagol vagy lovagol? Na, mi lehet technikai adagot? A gyerek. Igen, ami a méret az. Igen, mert lehet, az a gyerek. Két oldalon. Igen, pontosan. Igen, tehát mert a saját nyelvünk itt rendben is lenne, mert azt is a saját nyelvünkben, de nem mindig a saját korunkban. Na, itt technikailag viszont itt jön be az, amit mondtam, a forrás ellenőrzés kísérleti révészet. Tehát aki nem lovagolt, lehet, hogy a íróasztal mellett felnőtt történész elfogadja, hogy tényleg ez így van. Na, viszont aki lovagolt, az tudja, hogy nem minden gyerek, jó, minden. Azt elfogadhatjuk, hogy teljes vágtárba mennek, tehát veszélyesek. Mátyás király hatalmas párgyadalban győzte le Polubát, óriás termelő cseh lovagot, és amikor a fiamnak a tegyik kedvenc számítógépes játékánál, ha nem szabad állapodni, akkor tulipán, mazsalikon, szekvő, rózsa, nyitója, beadnék szakötti a házasságát, akkor Székesfehérvár és Buda között 8 ízben rendeznek lovagítók már. Hornyit Mátyás híres bajhívó volt, 1490-ben megnyerte a bécsi lovagítónát, és kedvenc döfése az volt, hogy homlokon tört fel az ellenfeléket kopjával. És ugyancsak Mátyás ideje alatt olyan hírük volt a magyar bajhívóknak, hogy ha negyedik Edvárd angol király udvarában Bodna László, Váradi Frigyes és Erdélyi László magyar vitézek sorozatban nyerik meg a lovagitornákat. Maga Dózsa György híres bajhívó volt, hiszen 1514-ben alig magát a szendői véget vágta le pár viadalba, és pedig úgy, hogy egyetlen csapással leszette a jobbalját. 1546. januárja, Don Francesco Lasso megsérti a magyar nemességet az osztálygyűlésre, amikor ülekeznek Pozsonyban, és Balassi János hívja ki pár viadalra Don Francesco Lassót, és Gonzaga Alajos, aki leírja a Habsburg háznak
képviselője, hogy nyílt mezőn fegyverrel alaposan rendbe utasította a 72-es spanyol, úgy, hogy az másnapra tele van sebeinne. Mindannyian ismerjük a 150 éves török magyar párviadaloknak, vajulásoknak a történetét, kettőt mesélek el. Nagyon érdekes, hogy 1577-ben Pálffy Tamás és Alibék írnak párviadalt. Pálffy Tamás új erőben rót Alibékre, átszúrja a pajzsát, átmegy a lendzsája, kopjálja a pajzsot, átmegy a páncélingén, csak hogy Alibék a páncéling és ruha alá felvett még egy nyelvet. És a melvérbe aztán megakad Pálffynak a kopjája, és kibuktatja a nyelekből, leesik. Utána Alibék föláll, és a kezét nyújtja Pálffy felé, Pálffy leugrik a lovával és kezet fogja. Mindkettő az igazlátó győztesnek ismerték el. Azért gondoljunk bele, töveket papírról. Eleve az, hogy egymástak vártatnak, ha hegy nélküli láncsával Pálffy eltalált. Mekkorát esik az? Nem egyszerűen leesünk alulról, hanem úgy, hogy eltalálnak egy láncsával, és kibújtak. Egy, kettő. Átdőzték a pajzsát. De egy török aló van, ugye? Na a pajzs. Átmegy a pajzsukon. Olyan erővel átlyukasztja a páncélját, át a ruhát, eltalálja a melgendet, és utána még kibújtak. Mekkora esés ez? De csak hallja, hogy kifacsarodhatott, amíg ugye a pajzsra is átment a láncsa, és ugye a testét eltalálta. Mekkora esés? Ezek után Alibék biztos összéveldett, de feláll, nyújtja a kezét Pálffy felé. Pálffy ezt értékeli, hiszen ő is bajvívó harcos. Nem gázolja le, nem leugrik és kezet fog a végén. Hiszen aki egy ilyen döfés után feláll, és nyújtja a kezét a legyőzője felé, nem szabad a végén. Nem véletlenül Balassi Bálint mit ír róluk? Az jó hírért névén és szép tisztességért több mindent hátra van. Emberségből form, emberségből példát, vitézségből formát, mindenek nekünk vannak. Ő igazi harcosok, akár pedig. Nagyon kemény volt, ez halállal végződött, 1586-ban Cseglei Ferenc és Deli Hasszán párhuzama. Hosszas előzménye van a dolognak, a végén nagyon hosszan elhúzódó párhuzama, Cseglei egycsapással levágta Deli Hasszának a fejét, nem oldottak sem a törököt, sem a magyarok erre. Sem Deli Hasszán. Elismerték, hogy mondom, hosszú előzménye van, azt most nem mondom el, hogy igaz módon történt a viadal, becsülettel történt, viszont ez élet-halálra szólt, és hát így végződött. Még egyet mesélek el, török korszakból Gyulafi László, egy Csobánc várának ifjú kapitánya, és Bajazi Vajna. A Bajazi de nem török volt, de szerb volt, ezért Vajda a titulusa. Szerb Martalócoknak volt a parancsnoka, csak később felvette az iszlámot, azért kapta a Bajazi nevet is. Nem ismerjük az eredeti szerbét. És nagyon gonosz ember volt. Ez akkor történt, amikor a Balaton felvidék egy rövid ideig török kézen van. Egy nagyon-nagyon rövid ideig török kézen van, még Pápa is. És ez a Bajazi Vajda, ő lesz a kerületnek a földes ura. Nagyon gonosz, török is utálja. A parasztoktól többször beszeli az adót, fehér őket, megerőszakolja a dobálylányokat, és amikor meghallja, hogy Gyulafi László megházasodott, ír neki egy levelet, hogy el fogja rabolni a feleségét, részletesen leírja, hogy mit csinál majd vele, és utána ne vagy elhozodnak. Ezt nem lehet csak fegyverrel megtolni. És így írja Gyulafi László, a fiatal Gyulafi László kihívja Bajazi Vajdát párhivatalra. Abban egyeznek meg, sisakot, mell és hátvértet viselnek, kopjatörés, védkimerülési, azaz halál. Aki leírja ezt, Gyulafi Lestár, Gyulafi Lászlónak a nagybátyja. Ő Csobánc várának az ablakából nézi, lent a sípon. Meglehetősen fából vannak, de így. És amielőtt összecsapnának, Gyulafi László leveszi a mellvértjét és a hátvértjét. Csak sisakban marad, szabja a derekán, kopja. Csodálkoznak, se egymásnak vártatnak. Bajazi Vajda szólt, Gyulafi félrehajolt, elhúzódott Bajazinak a kopjája, akkorát szúrt Bajazinba, bemegy a mellvértjén, átmegy a testjén, kijön a hátvértjén úgy, hogy a lobogós kopjának az egész zászlója is kijön átul, és amikor leesett, nem tudták kihúzni a beletört kopját, ki kellett faragni a balkába. Ki kellett faragni.
kellett haladni, volt. Nem, mert se Gyula Filestár, aki szintén végvárvitéz, nagy bátyja végére, és ezek után viszont hihető, hogy kb. 5 évig senki nem merte kihívni Gyula Filestárt. Egyetlen török sem merte kihívni. No, hát ezek voltak az előzmények, így a kulcskor előtti párviadalok. No, picit viszont nézzük meg azt, hogy a konkrét kulcskori párviadalok fegyverek előtt, maga a kulcs mozgalom, illetve milyen körülmények között zajlott. 17. század második felében, 1664-ben, miután végre hosszas, bár a magyarok mindig harcoltak, de nagyon nyílt csatában hosszú ideig nem tudták a törököket legyőzni, Szentgotthárdi csatában, ez Rínynek köszönhető, legyőzték a törököket, a Habsburgház képviselője szégyenletes módon megkötötte a vasvári békét. Miután a keresztény fél győzött, jelentve a Szentgotthárdi csatában, a Habsburgház, mondom, a szégyenletes vasvári békében elismerte a törökök összes korábbi hódítását, többek között itt volt ugye Nagyvárad, Érsekújvár, elismerte az összes török követelést a magyarokkal szemben. Hát ugye nem a saját bőrük, a magyarok bőrük itt vására, Bécsnek az Ránfán. Ez óriási felzúdulást keltett az országban, a Veselényi, Zrínyi, Frangepán féle szervezkedést ugye hamar beállulták, és a harci cselekményekre még nem került sor, viszont 1672-től megindult a Bújdosa mozgalom, aminek aztán Tököli Imre állt az élére, és 1678-tól már kurucoknak nevezik őket, és ekkor már nagyobb csatára is, nyílt ütközetekre is sor került. Maga a kuruc elnevezés valószínű, ha mellértjükből adódott a vezérek, illetve a nemes apródok mellértjükből a küraszír, nincs köze Dózsának a kereszteseihez, valaki Dózsa kereszteséből a kurucot akarja nevezni, valószínű, hogy ez az a mellértjükből. Lényeg az, hogy a Habsburgokkal szemben álló magyarokat nevezték kurucoknak, és a Habsburg párti tulajdonképpen országot elálló magyarokat labancoknak. Tehát nem az osztrákok, nem a császáriak a labancok, hanem a Habsburg párti magyarok. Tehát őket kiszolgáló magyarok a labancok. Maga a kuruc király, mert kuruc király nem Rákóczi Ferenc volt, ezt Tökölintét nevezték Kuruc királynak, csatáin hol sikerrel, hol bal sikerrel végződtek, bal szerencséjére a törökök akkor kóstolják meg utoljára Bécsi, 1683-ban. A török szultán felszólításának eleget kellett tenni, tőjük neki is csatlakozni kellett a török sereghez, csak úgy, mint napafinak is az érdeknek. Na most a történelem pedig az olyan, talán Isten egyik legnagyobb ajándék, hogy nem látjuk előre. Hogy Bécset azok a lengyelek mentik meg, ugye Szobieszki János vezetésével, akiknek az országát később a Habsburgok, a poroszok és az oroszok felosztják egymás közt. Nem telik el 50 év, és nincs többet Lengyelország, 1918-ig. Miért a Habsburg hála azért mindig ez volt, gondoljunk csak a saját magyar történelmünkről is, mindig ezt kapták, a lengyelek is ezt kapták, most erről viszont ajánlok egy könyvet. Nem történészi munka, nem egy korabeli krónikás, egy lengyel könnyű vértes tisztnek a naplója. Jan Chrysostom Pasek naplója. Jan Chrysostom Pasek naplója. Egyszer kiadták magyarul, ez egy könnyű vértes tiszt, lengyel. Mondom, nem krónikai munk, nem történész, nem hadvezér, egy csapattestnek, egy könnyű vértes embernek a parancsnoka. Azért jó, mert nem történelmet ír, ő leírja a csatákat, leírja az életét a lengyel seregben. A mindennapokat kívánja. A mindennapokat. Hogy milyen problémák voltak az élelmezéssel, milyen fegyvert tudtak jól használni, milyen lovakat becsüktek, milyen lovak nem kellettek, akkor is ott a zsákmányoltak lovakat. Hát többet ez mozvai, magyar, tatár, oroszló kellett nekik, viszont a németeknek meg a svédeknek a lovaik nem kellettek nekik. Akkor is a zsákmány voltak. Nyilvánvalóan teljesen más felépítésű, teljesen más mozgású lovak voltak, más hadmozdulatokról is szóltak. Leírja azt, hogy kritika mindenkor a média számára, hogy egyszer Krakkóban francia komédiások előadtak a
a svéd háborúból egy jelenetet, amiben úgy állították be, hogy a svédeket a császárjal győzik le. És akkor a lengyelek bekiabáltak, hogy nem, mert nem a német part, hanem a lengyel szabja győzte a svédek. És a komédiások tovább mostant így a hazudok, úgy a hazudok, és a nézőtérről valaki nem igazta a színész. Lengyel nevesben állt, és az ő hazudsz, nem igazta a színész. Kicsit durva, de először bekiabálták, hogy hazudsz, nem úgy volt, így írja, hogy nem a német kart, hanem a lengyel szabja győzte le a svédeket. Ezek tovább ott a kisteljítették a hazudokat, elvegyél azt. No, ajánlom, Jan Krizoszton Pasek, magyarul olvasható. No, tehát ő például leírja, hogy mentik fel Bécset, leírja a Pákányi csapát. A Bécs felmentése után ugrozik a törököket, a visszavonuló törököket, és Párkánynál van egy hatalmas csata. Menjünk át a hídon, és ott a leereszkedünk a hídon, egy új hídon, jobbra van egy kávézó, egy cukrászda, ott van a szobor. Lengyeleknek a rovasz szobor, a lengyeleknek tényleg, ott is volt egy hatalmas csata. És mind a lengyelek harcoltak, nem a császárnak, nem a hazudó csata, lengyelek. És például a megdöbbenésére leírja az a fase, hogy amikor a lengyelek viszik a török foglyokat visszafelé, tehát Pozsony és Bécs felé, akkor jönnek a császárják és akkor lepiszárolják a foglyokat. És a lengyelek védelmükre kellenek, és mondják, hogy hát ti németek nem is voltatok ott, mármint a csatában. Akkor még lovakhoz méltatlan, hogy megölje a foglyokat. Szóval csak legyintenek tovább. Na mindegy, olyan abban mondom, ez nem történész, nem krónikai író, nem hadvezér, ő a mindennapokat. No, tudjuk Buda visszavételét, és azt is tudjuk, hogy elsőnek Abdulatnan Abdi Pasa, hogy nagyon vitéz ellenfél volt, bátran védte, különben tudják, hogy török korszakban mi volt Budának a neve? Kizilelm a piros alma. Igen. Törökök úgy hívták, hogy piros alma. Ez volt Budának a neve. És amikor visszaveszik, az elsőnek a várba Fiák János és Petneházi Dávid hajdi hatoltak be, nem császárja. És aki a nagyvezér felmentő seregét a tárnok és ilyen környékén visszaveri, annak a lovasságnak a panasztoka pedig Botján János volt. No. Tehát következik a török kiűzésének az időszaka, amikor viszont végre megszűnt a 150 éves török hódoltság, korabeliek úgy tartották, hogy a török fajármot felcserélte az osztrák vasjármot. Na most ez egy korabeli vélekedés volt, nem a 20. században találták ki. Általában népi vélekedést, vagy közvélekedést elfogadhatjuk igaznak. És hogyha most történészként vizsgáljuk meg, hogy miért gondolták a korabeliek a 17. század végén, 18. század elején, hogy a török fajármot felcserélte az osztrák vasjármot, akkor a következőket. Első Lipót megszegni a törvényt és a szokást nem állította vissza az ország egységét. Erdélyt leválasztották a történelmi Magyarországtól, ami gyalázatos tett volt, hiszen Erdély a mindenkori szentvonal országához tartozott, nem volt külön ország. Ezért van az, hogy 1848. március 15-én, a márciusi 12. pontja Unió Erdély. Mert hogy 1699-ben a Habsburgot leválasztották. Tehát egy, Lipót nem állította vissza az ország egységét, szokás és törvény mellőzését. Kettő, a magyar földbirtokosokat sújtotta az Újszerzeményi Bizottság és a Fegyverváltság intézmény. Mit jelentett az Újszerzeményi Bizottság? Minden magyar földbirtokos. 1541 előtti oklevéllel kellett igazolja, hogy az a földbirtok övé, illetve az ősei volt. Na most gondoljuk meg, török dúlta, tatár égette, Dabanc vagy osztrák csapat dúlta országot, 154. háború volt, nem maradt meg esetleg 1541 előtti oklevél. Azon nyomban elszedték a magyar földbirtokostól, császárfű idegenek megtartják. Fegyverváltság. Olyan címen, hogy a magyarok nem vettek részt a török ellenes háborúban, ha tudta igazolni a magyar földbirtokos, hogy övé, a adott földbirtok, a birtok jövedelmének, nem a birtok értékének egy tizedét rögtön be kellett fizesse a bécsi nincstárba.
Gondoljuk el, hogy van egy Kalocsa környéki földgyűjtős, vagy mondjuk Pécs környéki földgyűjtős. Frissiben üzték ki a törököket. Huszta a terület, nincsenek jobbágyok. Ugye aki szántóvető ember tudja, hogy akár szőlő, akár föld, nem az első évben, nem is a harmadik évben fog nagyon jövedelmezni, hanem el kell teljesen. De az állattenyésztés is, bár én nem vagyok, nem tudom, hogy erős is, hogy hány év, hogyha elkezdesz foglalkozni. Szarvas marhánál 5 év kell, hogy látszódjon valami, a lónál is 4-5 év kell. Köszönöm. Tehát nem lehet rögtön befizetni a földbirtok értékének 10%-át. Császári hatóság Bécs ezt kérte. Tehát sújtották az egész magyar földbirtokos osztály. 3. A polgárság. Iszonyú adókat vetettek ki a városi polgárokra, ha nem fizették be, rögtön felségárulási pert akasztottak a nyakukba, mert ha valaki felségárulással vádolnak, egyetlen büntetés lehet, fej és jószágvesztés. Hogy mennyire nem csak arról volt, hogy a magyarokat tönkretenni, hanem Magyarországot, eperjesen, ugye Karaffa császári ezredes, iszonyú vérengzést visz véghez, legtöbb ember, akit lefejeznek, felvidéki 100. Nem is magyar, csak Magyarország és magyar érzelem. 5. A jobbágyságot sújtja a forspont csaporció. Azt jelenti, hogy megint törvényt áthágván magyar jobbágy családokhoz beszállásolnak császári katonákat, 3-at, 4-et, 5-öt vadot, ezeket etetni kell, és saját költségén a jobbágyat fuvaroznia kell, akármilyen távolság. Gondoljunk csak, ha lehet lefordítani napjainkat. Önök házába beszállásolnak mondjuk 4 francia, vagy 5 német, vagy amerikai katonát. Ezt letetni kell 8 hónapig a család terhére. Illetve le kell szállítani Koszovóba, mert ott hajtanak végre békefenntartót saját kocsival. Na, ha vannak 5-en, akkor 2-szer kell emelni. Ugye egy személy autóban mondjuk 5-en fél. És ez mind saját költségben, saját benzinnel, saját kocsival. Ez jelenti. De ez is törvénytelen. Tehát a jobbágyságot sújtotta, ez az intézkedés. Bevezették az erőszakos ellenreformációt. Ugye? Mindannyian tudjuk, 40 prédikátor, a protestáns prédikátorokat vagy katolizáltak, vagy vitték őket gályarapságba, szüntették meg, elrombolták, vagy elkobozták a protestáns templomokat. Magyarán az egész magyar társadalmat a leggazdagabb földbirtokostól, a városi polgáron keresztül, egészen a legszegényebb jobbágyig egyszerre megsértek. Mindenhez társult, hogy elbocsájtották a magyar katonaságot a várakból. Ameddig a török volt, addig jó volt a végvári huszár, addig jó volt a hajdú. Ekkor már talpasoknak hívták őket. Amikor jó volt a hajdú, egy talpas, amikor a törökök kiverték, és a hajdúságot jobbácsolba akarják taszítani, illetve a jásságot és a kunságot eladták a német lovagrendnek. Lipót az unokatestvérének adta el különben. A német lovagrend nagymestere, akkor első Lipót unokatestvére. Tehát a Habsburgok egymáshoz. Tehát ott is alakulunk egymás között. Mindez megsértette a magyar társadalmat, mondom, a leggazdagabb földbirtokostól a legszegényebb jobbágyig. Erre nem lehetett semmilyen más válasz, csak Rákóczi Ferenc szabadságharc. Maga a szabadságharc eseményeiről, csatáiról most nem beszélek, hiszen akár egy csata is lehetne egy előadásnak a témája. Voltak ragyog győzelmek és keserű vereségek. Az viszont nem igaz, hogy a kurucok nem tudtak nyílt csatát. Hiszen, ha megnézzük a nagyszombati ütközetet, 1705. december 27-e, nagyjából a létszám azonos. A császárgyak be tudják ásni magukat az előtt. És ekkor a kuruc támadás hírét a miskolci hajdúkjárnak átvágják magukat a sorgyalog ezredek utolsó során is. Viszont utána lerohanják a német tábort, és ekkor viszont van egy ezred, aki elárulja a kurucokat, a Serudi ezred, az átáll német oldalra, de hajdúk oldalra, bocsánat, illetve a hajdú elkezdenek fosztogatni, leisszett magukat, ekkor a már szétvert menekülő német sereget, főleg, hogy a Serudi ezred átállt az oldalukra, megszalasztják a kurucokat. Hadd történetben ezt nagy császári győzelemnek írják, tulajdonképpen senki nem nyert, az vagyunk szigorúan veszünk, de magát a csatát a kurucok nyerik meg nyílt közel. Most
ne csodálkozzunk azért a szerencsétlen hajdukon, hogy neki állat fosztogatni. Gondoljuk meg, hogy Magyarország területe gyakorlatilag 1526-tól a török kiűzéséig egyfolytában volt szinte. 5 évet nem tudom mondani, hogy ne lett volna egy hajjel. 5 évet. Na most gondoljunk vele megint, diákjaimnak is egyetemben mondani, napi szinten fordítsuk. Mondjuk nem egy területet érint mindig egy hadjárat, valamikor csak Dunántúlon, valamikor Tiszántúlt érinti, de olyan 25 évenként érint minden területet hadjárat. Mi volna, ha mi házainkat most 25 évente leérnénk a házakat, 25 évente kellene újraérteni? Hogy megtalálnánk? Gondoljunk csak bele, 25 éve alapból kéne felépítsük a házakat. 25 évente lerombolnák a hidat. Nem lenne Budapesten egyetlen híd sem. 25 évente kéne építeni. Mennyi ideig? A közlekedés, a kereskedés, a gazdaság. Mennyire megmutatni? Mennyire visszavetni? És gondoljunk bele, hogy 1526 óta Magyarország területe 6 szintre. Úgy nőnek fel a nemzedékek. Török kiűzésének a háborúja talán még több pusztulással jár, mint a török kódítás, mert gyorsabban zajlott meg, röviden időben. És ezek a hajók nyilvánvalóan fizetetlenek voltak, éhesek voltak, rongyosak voltak, fegyelmezetlenek, tehát kilapolták a császárítából. Én nem mentem őket, csak emberileg valamennyire érthető, nem mentség. Mert katonaként, harcosként nem mentem a szabadságáját. No, tovább. Tehát vannak ragyogó győzelmek, vannak keserűes. Viszont ha megnézzük, hogy hogy zárul a Rákóczi szabadságharc, a második Rákóczi Ferenc szabadságharc. Magát az ország nemzeti függetlenségét, a nemzeti királyságot nem sikerült elérni, de az összes olyan ok, ami kiváltotta a szabadságharcot, korabeli ok, fegyverváltság és új szerzeménybizottság, nincs többet. Nincs többet forspont, nincs többet porci. Felállítják a reguláris magyar huszárezredet. Türelmi rendeletet adnak ki a protestánsok számára. Összehívják a magyar országgyűlést. Nádort választanak, és harmadik Károly Pozsonyban törvényesen magyar királlyá koronázzák. Hitlevelet ad ki, hogy Magyarországot magyar módon kormányozza, és nem polgatják vele közvetlenül a birodalmi tartományt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a közvetlen okok, amit kiváltották, tulajdonképpen mindegyik megoldást talál. Tehát volt értelme a Rákóczi szabadság. Hát volt értelme. Másképpen lehet, hogy teljesen elvesztettük volna az államot, önállóságot. Tudok egy jó példát rá, például a cseh. A fejhegyi csata után a cseh királyság úgy, ahogy van megszűnik, közvetlenül beolvasztják a német birodalmat. Nem is lett csehemesség. Azt mondták akkor, hogy cseh lábra állították őket, azaz mindegy idegen. Cseh lábra állítani azt jelentette a 17. században, hogy teljesen kinyírni felszállni. Tehát volt értelme a Rákóczi szabadságharcnak. Még a Rákóczi szabadságharc után, 1711 után nem voltak tömeges kidézések, mint 1849-ben, nem voltak bebörtönzések, nem voltak kötelező kényszersorozások a császári hadseregben, egyet kellett elfogadjanak, hogy elismerjék, hogy harmadik Károly magyar király. És nem úgy kellett elismerjék, hogy Habsburg uralkodó, illetve német-római császár, hanem Magyarország. Megmaradt a vármegye rendszer, megmaradt maga nem csak a közigazgatási rendszer, hanem Magyarországon a magyar országgyűlési intézmény is. Nem úgy, mint 1849 után, Bach-korszak, tudjuk, hogy tehát ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy győzött a Rákóczi szabadságharc. Tulajdonképpen a közvetlen dolgokban megoldást hozott, a nemzeti függetlenséget nem során, a szabadságharc során híres pár viadalomba sor. 1703. novemberében Ocskay László, akinek élete egy önálló regény, Jókai is írt egy regényt róla, mint halálig a vérpadig, vagy hűséggel a vérpadig, és 1703. novemberében Bottyán Jánossal vívta híres pár viadalát, Bottyán János ekkor még császári. Ő volt a lovassági parancsnok. Abban egyeznek meg,
feláll a kuruc hadsereg és a császári hadsereg, magyarok is vannak a császári részen. Először kopjával vágtattak egymásra. Sisakjuk nincs, mellértjük van, mell és hátvértjük, sisakjuk, szabjájuk és pisztolyuk. Sisakjuk nincs, mellértjük van, kopjájuk, szabjájuk és pisztolyuk. Először egymásnak vágtattak. Mindkettő olyan ügyesen mozoglóban eltörnek a kopját. Utána szabját feltartanak. Mindkettő olyan ügyesen vív, hogy a végén már alig bírnak harcolni. Szinte végkimerülésig bírnak. És ekkor az igazlátók azt javasolják, hogy szabját hüvelybe és lőjenek. És elkezdenek mind a ketten kiváló lovas, kiváló harcos mindkettő. Mozgatják a lovat, vezetik, és közben próbálják célozni a másikat. És elsőnek lő botja. Eltalálja a ocskait, mell középen találja, nagyon erősen mellértje, viszont akkorát üt a lövés, hogy ocskainak az órán, száján és fülén ömleni kezd a vér, és elkezdik inatni a kájában. Bottyán János, gondolván, hogy mindjárt le fog zuhanni ocskai, megállítja a lovát, és kihúzza magát, így nézi, hogy jól van le. Ocskai magához tér, és képes még rácélozni Bottyára és eltalálja a mellvér alatt a csípőjét, bemegy a golyó, kijön a másik oldalt, nem érte a csípőcsontot, nem érte a gerincet, nem szakították utóelejét. 4 hónapig mindketten az ágyat nyomják, tehát 4 hónap után tökéletesen felépül, és mind a kettőről tudjuk, hogy ugye Bottyán János Rákóczi hűségére tér, és egyik legnépezebb, vagy alegnépezebb tábornoka lesz, és Ocska is aztán számtalan csatába felfog. És belegondolunk, hogy milyen emberek kaptak ezt. Melközében kapja a golyót, órán száján fülét tömik a vér, de nyelekben marad, és még képes eltalálni az Bottyán Jánosnak. Engem ütöttek már. Este már lelóg. Volt autóbalesete. Hát amikor feküdtem, majd 4 vagy 8 percet úgy öntudatlanul, az utat felpufoztak, meg felmostak, hát nem tudtam volna semmit is előtt. Tehát el kellett teljen egy idő, hogy kicsit úgy na, megnézem, hogy hol vagyok mostan, meg hogy a ló arra futott el, meg... Na, Ocskai visszalőtt. Másik híres pártjának. 1707. márciusában Bezérédi Imre Orsics Antal pártjának. Amikor a kurucok a Dunántúlon sikereket érnek el, és visszavívják Csobáciára. Császárja vonulnak vissza nyugat felé, Bécs felé, és a korvát ragonyos ezredet Orsics Antal vezetésével kivezélik utóvédharcra, hogy a kurucok előre nyomulását késleltessék. Maga Orsics Antal egy daliás termetű valóságos óriás volt, Bezerédi középtermet. Tudván, hogy Bezerédi nagyon szeret vívni, és hogy evel is késleltessék a kurucok előre nyomulását, Orsics Antal hadsereg színe előtt, az ezer színe előtt harsány hangon kihívja Bezerédi pártjának. Persze Bezerédi elfogadja, és amikor egymással szemben fölállnak, valóságban eltördül Orsics mellett. Egymásnak vártatnak, mind a kettő fölemeli Bezerédi a szabját, Orsics a dragonyos kardját, és a Orsics akkora nagy, olyan nagy a kardja, első összecsapásnál Bezerédinek penge tövéről letörik a szabját. Menetből, hogy vágtattak egymás felé. Ráfordítja a lovát Orsics felé, ami előtt még az meg tud fordulni, leakasztja a csákányfokosát, nagy szépen csapja, hogy helyre meghal. És érdekes, itt viszont ez lehetséges. Maga a dragonyos ló, nagy termetű, igazán még volt arra van, arra tenyésztik, hogy szembeáll a kérdésével, teljesen lovagoljon bele, egyenesen, nagy sebességgel, nagyon súlyos, nagy darab, és tipoljon meg. Nem fordulékony. Viszont a magyaroknak meg a törököknek ugye a harcmódja az volt, hogy nem ugye szembe megyünk, aztán tipoljuk, útjuk válunk, ebben semmilyen harcművészet nincsen. Se harcművészet, se harcművészet nincsen. Ők ugye mennek, lövést adnak, visszafordulnak, csapdával próbálják csalni, bekeríteni próbálják, ezek a lovak fordulnak. Tehát tulajdonképpen ez lehetséges. Ha egymásnak vágtak, már egy kicsit bírnának, hogy így ugye, letudik, a dragonyos ló fut fel.
Ő viszont még rá tud fordulni, hogy hátulról rámegy és is fél. Nagyon jó kellett értsen meg okoz, és hihetetlen gyors kellett lehet. Tehát gyors érzi. Na most valószínű igaz, mert hadinaplóban és leveleiben lejegyzett tanúságok szerint Bezeréd Imre 72 párviadalban győzött. 28 éves korában lefejezték. De 28 éves koráig 72 párviadalban győzött. A legnagyobbnak tartott japán bajvívó, Miyamoto Musashi, 55 párviadalban győzött. És békés öregkorában van, mert nagyon öreg. Tehát valószínűleg Bezeréd Imre még győzött. Valószínűleg. A 28 éves koráig 72 párviadalban győzött. A magyarnak kormányzat. Határozott. Tudod, hogy Miyamoto Musashi, én nem csökkentem a japán bajvívót, csak a magyar nem volt nehezebb volna. Tény. Miyamoto Musashi csak japán ellen tudott. Ez azt jelenti, hogy hasonló támadó fegyverek, hasonló védő fegyverek, hasonló testfelépítésű emberek, és hasonló hadikultúra, illetve mögöttes kultúra. Bezeréd Imre volt törökkel, tatárral, poláttal, ráccal, módvaival, kozákkal, ezek keletik. A császári hadseregben vívott horváttal, Steyerrel, Sziléziaival, Csevel és valószínűleg bajorral. Na most ha veszünk egy rácot, vagy egy tatár, gyorsan mozduló, könnyű szabja, gyors mozgású ember, muzulmán világnézettel, és akkor veszünk egy sziléziai, hatalmas, nagy testű ló, hatalmas, nagy testű ember, neki egyenes nehéz karja van, nyugati típusú védőfelszerelés, mellvért és sisak, még a tatárnak vagy semmi, vagy keleti típusú sisak és keleti típusú védőfelszerelés, teljesen más módon az. Tehát ezért volt a magyarnak megtörténő. Tehát nem emberileg, hogy jobb vagy rosszabb, de neki nehezebb volt. Neki nehezebb volt, mert lehet, hogy néhány hónap leforgás alatt egy teljesen más testfelépítésű és fegyverzetű ellenfélel. Senki nem kérdezte meg, hogy eddig te nem vívtál ilyen ellenféllel szemben, most mi lesz? Hát az lesz, hogy vívtál. Egyetlen útja volt a győzelem. Fegyverzet. Ez egy 17. századi típusú erdélyi szabja. Ez Báthori Gábor erdélyi fejedelem egyszerűbb szabjájának a másolta. Kurucok legkedveltebb fegyvere a szabja volt. Nem használtak viszont ringigát. Fringi a 18. század végén jelenik meg. Az a megfejtése a Fringiának, hogy Franciscus Lacoci in nomine gentis insurgit armis, Fringia, talikálmán találás. 19. század. Már csak azért sem használta a Fringiát, illetve nem Lacoci Ferenchez fűződik a Fringia felirat, mert 1550-es évekből már van Fringia felirat. Maguk a muszlimok a közel-keleten Európát Frankisztánnak nevezik. Az európaiak számára, később főleg magyarok számára gyártott damaszkuszi, vagy nem tervisz, vagy azt mondom, hogy egy perzsa város, a szabját fengéket gyártanak, rájuk van és hogy Frígia. Ilyen mozaik szó. Na, és Frígiákat az Zrínyi Miklósnak a fegyvertárából is tudunk, a nádasdiak fegyvertárából is előkerül, meg 17. század közepén Fringia felületű szabják, tehát Rákóczi Ferenc előkerül. És maga az a típusú szabja, amit Fringiának nevezünk, az 1735 után jelenik meg, viszont miért kötik a kurucokhoz? A millenáris ünnepségek alatt a legtöbb magyar zászlósul, magyar főneves, picit azért, hogy Bécsel szemben, érzékeltéssel szemben állását, elkezdenek csináltatni Fringiákat 1896-ban. Azt hiszik, hogy ez Rákóczihoz kötődik. És nagyon elterjed akkor. A talikálmán valami elharap, és akkor kitalálja Fringia, az Franciscus Rákóczi in nomine gentis insurgit armis Fringia. Na, általában, tehát ilyen szerű szabjákat használtak, már megjelenik a markolat kengyel, de ritka még. Van már, de ritka. Szabják mindig mellékszínó voltak az övrecsatorban, nem különlegesen, nem a nyerekkápán, nem a hátulról. Tehát mindig a delékszínó volták, vagy övő volták mellékszínó csatorban. Ugyanúgy a szabjatarsói, 16.-7. században úgy hívják, hogy szabjatarsói,
Általában a kurucok még a másik oldalon. Akárhány ábrázolást nézünk a kurucokról, azon az oldalon. 1730-as évektől a reguláris huszárvezenek kezdődik oldali baloldat. Akkor kezdődik oldali baloldat, a kurucok még jobb oldalt hordják. Általában ott hordják a kést. Fokos balta. Hosszú nyíl, egyik oldalt kicsi balta rész, a másik oldalt egy lenyúlt hosszú fok. Nem hegyes, általában nem hegyes. Lehet hegyes is, akkor csákány balta, ha nem hegyes, akkor fokos balta. Nagyon elterjedt fegyver. Egyrészt elterjedt fegyver, mert hasznos, praktikus. Kettő, ügyesebb falusi kovács is el tudja készíteni. Ne felejtsük el, hogy ország területen hadszintél jó 150 éve. Kevés a fegyver. Na, ameddig egy jó szabján, csak egy tapasztalt fegyverkovács tud kovácsolni. Addig egy ügyes kezű falusi kovács, egy fokos baltát tud. Nagyon jó dolga lehet. Csákány, fokos. Egyik oldalt egy ütőfelület van, másik oldalt hegyes. Mert az előbb nem volt, az előbbinek nem volt hegyes, ennek jó hegyes. Szintén van hosszú nyeles változat és rövid nyeles változat. Na, a Bezeréli Imré ennél díszesebb ezüst bevonta van, de hasonló ehhez. Hasonló ehhez, körülbelül ennyivel hosszabb a nyelv. Amivel Orsi Csantal győzte le, Nemzeti Múzeumnak a gyűjteményében. Tehát Bezeréli Imrének a csákány, magyar nyelv nagyon pontosan kihasználja. Nagyon pontosan megnevezi. Mutatok egy gyakorlatot fokos baltával, egy harcosok itt van. Igen. Tehát, hogyha ha ilyen hosszú és hegyes, ha ezen az oldal, akkor csákány balta. A magyar legyen pontosan. A kettős fokos, itt nagyon csak. Kettős fokos. Egyszerű gyakorlatokat mutatok, például tanításnál azt mondjuk ezt, hogy figyeljék, hogy mindig a kémek irányokat, a vádás irányban tartom. Nyakát, fejét, egyre szinten hátra, minden ezt balra a nyakát, tehát élére vágok. Nem billentem. Nyakát, fejét, fejlődés hátra, tudod a folyamatban. Egy másik gyakorlatsor, ez egy védelmi állás. Tökéletlen. Csak átlevágó. Fejlő. Átlevágó, ugyanaz bal kézzel. Tökéletlen. Csak átlevágó. Fejlő. Átra. Ulyan is állítottam. Nem így fogom lesodolni az ujjét. És fejlő. Egy lehetséges harcom a gyilasz. Magyarországi megjelenés.
Magyarországon megjelenő és 18. század utolsó harmadik. A napoleoni háborúban már is, akkor már is. Tudjuk, 1820-as években pontosan egy bajor herceg, aki átutazik Magyarországon, rengeteget fest, visszfestmények vannak Magyarországról, ő már nem tudta. Na, 1810-es évek. Viszont biztos, hogy a 18. évek utolsó harmadán elégek nem. És az Eurázsiai szkeptikus teljesen is. Máskodik? Okos. Hát, előbb mutattam, hogy beszélek. Nem a karikás szóról. Bocsánat, akkor félre. Nem, a fokos, az előtt a karikákat is megköszönjük. De nem a fokos a 200 éves. Nem, a karikásostól nincsen, csak a 18. század végén jelenik meg. Maga a fokosbalta, az Krisztus előtt a 6. században szkítákkal jelenik meg. Például egy híres magyarországi lelőhely Erdélyben Nagyenyed Maros Gombás, illetve a mostani kisebbik Magyarországon Ártán. A jelenlegi román-magyar határok Ártán, ott például feltártak szkíta fokosbaltákat, de folyamatosan az van. Utoljára hivatalosan fegyverként az első világháborúban használnak fokosbaltát, például a 82. szolnoki népfölkelő ezrednek hivatalos katonai fokosbaltát. Tehát nem úgy, hogy otthonról viszik, hanem megrendelés, a hadsereg rendel számukra fokosbaltát. Kétfélét használnak az első világháborúban. Az egyik az éves élő táblás foka van, tehát táblás fokos, a másiknak egyszerű, inkább panászpolattára emlékeztető feje van, és mindkettőből tulajdonképpen több száz van. Csak múzeumban van. De megvannak katonai megrendelések, vasatő, ezek öntött acélok. Ezek nem kovácsoltak, öntött acélok, hogy ne sorozatban öntjék őket. De mondom például a 82-es szónoki népkörtelő embernek hivatalosan a felszerelés. Köszönöm a figyelmet. A előadásról van két kiadványozott megvásárolható, tehát ami picit több, picit más, hogy a rajzok is vannak, térképek is vannak, hogy azt. Köszönöm a figyelmet.